A fogtündér. Ancsában erősen dolgozott a gyűjtőszenvedély. Sajnos csupa olyasmi gyűjtött, amire a szülei azt mondták, jaj, Ancsa, ugye nem gondolod komolyan? Hát most még ez is. Például őrizte a varratokat, amit az állából szedett ki az orvos a balesete után. Aztán volt egy elpusztult svábbogara, amit a fürdőszobában talált, meg hasonlók. Ancsa mindent papírba csomagolva gyufás dobozokban tartott. Apja csak rém dobozoknak hívta őket. Viszont ha kiesett egy tejfoga, azt Ancsa semmi szín alatt sem tartotta meg, mert mindet a fog tündérnek szánta. Egy este a szobájában üldögélt, és a nyelvével a mozgó tejfogát piszkálta. Közben nagynénje Mancinéni néni születésnapi ajándékát csomagolta. Egy eperillatú szappant. Monci minden évben Ancsáiknál ünnepelte a születésnapját. Előkelősködő és igen hangos asszonyság volt. Több kiló festéket mázolt magára, és tőle származtak a világ leggusztustalanabb puszijai. A rémdobozokat még a szülőknél is jobban utálta. Megszólalt a csengő, és Ancsa mamája felkiabált az emeletre. Ancsa, gyere le, köszönj szépen a nagynénédnek! Ancsa leugrált a lépcsőn. Lent már javában folyt az izgatott felnőtt locsogás. Amikor Ancsa megjelent, Mancilléni hangos ámoldozásba kezdett. No hát, hogy ez a gyerek mekkorát nőtt? Ancsa hátra hőkölt, és azt gondolta. Még szép, mint minden gyerek. Na, gyere ide szépen, és adj egy puszit a Manci néninek, kérte Manci néni. Ancsa látta a nagy rúzsos ajkak közeledését, aztán cip, cup, frs, mennyi pacsuli, Micsoda nyálas, ragadós puszi, brrr. A hatalmas puszitól Ancsának rögtön két foga is kiesett. Nyelvével kitapogatta a szájában keletkezett friss, meleg üregeket. Aztán a tenyerébe köpte a két fogat, és oda tartotta Manci néni orra alá. Tessék megnézni, Mancinéni, mit tetszett csinálni? sejpítette Ancsa fogatlanul. Manci néni megnézte és belesápadt. Jaj, nekem! sivalkodott. Milyen visszataszító! Azzal kiütötte a két fogat Ancsa kezéből. Amíg a felnőttek teázással próbálták kiheverni a megrázkodtatást, Ancsa fölszedte a földről a fogakat, és visszament a szobájába. Épp arra gondolt, nagy hogy merészel Manci néni így bánni a fogaimmal amikor eszébe jutott valami. Az egyik fogat bedugta a párnája alá, aztán kicsomagolta az eperillatú szappant, a véresebb fogat egy gyufás dobozba tette és becsomagolta. Boldog születésnapot, Manci néni, gondolta, és ágyba bújt. Éjszaka Ancsa arra ébredt, hogy dühösebb, mint volt, és úgy határozott, a másik fogat is becsomagolja Manci néninek benyúlt a párnája alá, de nagy meglepetésére egy másik, icipici kéz akadt a kezébe. Ahogy előhúzta, ezüstös fény jelent meg a szobában. Egy tündér volt az, másik kezében ancsa fuga, meg egy zacskó. Hát te vagy a fog tündér, mondta ancsa. Milyen szépen világítasz! Még szép, mint minden tündér, hangzott a válasz, majd Ancsa fogára mutatott. Szép darab. És mit csinál fa fogakkal? Majd megmutatom. Azzal a tündér kézen fogta Ancsát, s mindketten kiröppentek az ablakon. Először is alvó gyerekek szobáiba látogattak el. A tündér egy ezüst pénzzel bújt be minden párna alá, és egy foggal jelent meg. A fogakat a zacskójába tette. Azután az északi sarkra repültek, hogy begyűjtsék egy alvó jeges bocs tejfogát a hópárnája alól. Az utolsó állomás egy füstölgő tűzhányó volt, onnan forró szénpárna alól egy nagy sárkány fogát hozták el. – Év most mi leffa a fogakkal? – kérdezte Ancsa. – Gyere, Megmutatom. Soká-soká repültek, majd a tündér hirtelen zuhanni kezdett. Egy mező felé, s ott egy gombák alkottak kör kellős közepébe tartottak. Egyre közelebb értek, egyre sebesebben zuhantak, és Ancsa már annyira megrémült, hogy be kell lecsuknia a szemét. Kapaszkodj erősen, kérte a tündér. Ssss, bzzz, Ancsa kinyitotta a szemét. A holdat hatalmasnak látta. A csillagok fényesen csillogtak, a fák ragyogtak a holdfényben, a folyók ezüstösen ragyogtak. Isten hozott tündérországban, üdvözölte a tündér. A levegő olyan friss volt, mint a magas hegyekben, mégis olyan meleg, mint egy nyári éjszakán. Repülés közben Ancsa úgy érezte, mintha boldogsága mindörökké tartana. Most egy fényesen kivilágított házhoz értek, és az ablakon át lázas sürgés forgást láttak. – Mi folyik odabent? bent? – kérdezte Ancsa. – Tudod, én nem a fogtündér vagyok, csupán egy a sok közül. Gyere! – tessékelte be Ancsát. Itt mossuk meg az összes fogat, mutatott egy óriási kádra. A következő szobában pedig így szólt. Itt zajlik a munka legfontosabb része, nyisd ki jól a szemed. A tiszta fogakat egy nagy üstbe berakták, az üstre rátették a fedőt, majd a tündérek az üst köré gyűltek és énekelni kezdtek. A levegő lassan megtelt varázslattal. Ancsa még soha életében nem volt ilyen izgatott. Amikor az üstről levették a fedőt, az edény tele volt ragyogó igaz gyöngyel. Más tündérek nem értenek ehhez a varázslathoz, csak mi, büszkélkedett a fogtündér. Az üstbe gazdag és szegény, szófogadó és haszontalan gyerekek fogait egyaránt beleraktuk, és mindegyikből tökéletes igaz gyöngy lett. Lásd, hétköznapiból lesz a csoda. Ancsa a fogtündérekkel reggelizett, de utána már vissza kellett indulnia. Elbúcsúzott tőlük, és a hazarepülés közben már elaludt a fáradtságtól. A saját ágyában ébredt, és alig emlékezett a történtekre. Álmodott volna? Ancsa, gyere már! hangzott a nappaliból. Manci néni alig várja, hogy megkapja az ajándékát. Ancsa az órára pillantott, már fél tíz van, kipattant az ágyból, és lesietett a lépcsőn az ajándékkal. Amíg Manci néni a papírt bontogatta, Ancsának eszébe jutott, hogy egy fogat rakott a csomagba elpirult, és azon törte a fejét, milyen kifogással mehetne vissza azonnal a szobájába, de már késő volt. Manci néni kinyitotta a gyufás dobozt. kiáltotta elkerekedő szemmel. Hát ez... ez egyszerűen csodálatos! És egy Pár gyönyörű, igaz gyöngy fülbevalót húzott elő a dobozból. Légy szíves, te drám, aranyom! Ancsa fölrakta Manci nénire a fülbevalót. Amikor végignézett a nagynénjén, először érezte, hogy nem is olyan undok ez a Manci néni. A hétkövnapiból lefacoda, mogyogta maga elé. – Mit mond az édesem? – kérdezte Monci néni. – Ö-ö, semmit. Kikérek itt?